Itt van velünk Bodrogi Gyula, akitől kérdeztem is, hogy igen, már 10 éve, hogy a Nemzet Színészének választották, és teljesen elhűltél. Jubilálsz, igen, művész úr. De fantasztikus. 10 éve. Hát ez egy ilyen dolog, és ráadásul azt is hallottuk, hogy jövőre lesz. Hát valaki már lát is. Kezelem én a telefonodat, művész úr, nagyon szívesen. Valakiért biztosít, hogy látunk a telefonba, a tévébe. Ez az, szuper. Tökéletes. Mivel olyan néma vagy, mind a fene. Szóval a másik fele pedig az, hogy jövőre lesz 60 éve, hogy elvégezted a színművészeti főiskolát, most már egyetemet. 60 éve számítottál arra, hogy ebből ekkora dolog lesz? 60 év, az sem volt biztos, hogy a másnapot megélem. Azt mondja, hogy igen, 58, 68, 78, 89, 118. Ez annyi, ez 60, ez bárhogy is számoljuk, bármelyik oldalról nézzük. Az előbb néztem, hogy mikor én ültem, mondom, jubilál, vajon mit fognak ezek nekem mondani, mit jubilálok? Hát kiderül, hogy 2 is van. 1 10-es, 1 60. Nem számolod az éveket egyébként? Az a baj, hogy nem tudom. Én azt mondom, hogy beszélgettünk valakivel, és mondom, hogy emlékszel, hát az 3-4 éve volt, az igen, 14. Nem. És akkor ebből az a gondolat jutott eszembe, hogy lehet megállapítani, hogy valaki fiatal vagy öreg. A fiatal azt mondja, hogy az nagyon régen volt, te a tavaly. Az öreg meg azt mondja, hogy hát az most volt itt a háború után. Ebből a 60 évből, amit a színpadon töltöttél, volt kedvenc időszak, vagy legjobb időszak? Vagy nem lehet mondani, mert azért te szerintem szerencsés is vagy, remek kollégákkal dolgoztál, kiemelkedő darabokban, kiemelkedő társulatokkal. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon szépen... Hát, ahogy így mondod, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Mert tényleg egy szerencse, tehát a Jóisten valahogy... Hát meg azért a munka úgy is. Úgy nézett rám, hogy azt mondta, hogy... Szerinted van szerencse, vagy inkább megdolgozunk a szerencséért? Azt mondja, hogy a bátra ki a szerencse, szokták mondani, ez egy ilyen... De mindenféleképpen kell legyen szerencse. Olyan dolgok, amikor olyan helyzetben mondj vagy. Mondj egy ilyen élethelyzetet visszamenőleg az életedben, amikor azt gondolod, hogy kellett hozzá a szerencse is, hogy mondjuk az sikerül. Hát például, amikor mondjuk kezdjük 9 éves koromba, ment egy ilyen nagy szekér, amin ilyen vasrudak voltak, ilyen dupla, itt volt egy két kerék, és ilyen vasrudak. És mi meg srácok, és felugrottunk. Én is felugrottam így oldalról, majd lecsúsztam, és a kabátom az akun fönn akadt, és előttem egy kerék ment, és utánam egy kerék ment. És az emberek ordítottak, hogy egy gyerek lóg a két kerék között, de a nagy zörgéstől nem hallotta a kocsis. És egyszer csak leestem, úgyhogy így kifelé gurultam. És ez is egy nagy szerencse valóban, mert sokkal rosszabbul is végződött. Például ez egy nagy szerencse. Vagy elütöttem egy autót itt a Margit hídnál, úgyhogy a kezemmel így az elejére így rányomtam, előre gurultam, és az autó úgy állt meg, hogy a cipőmtől ennyire a kereke. Hát ez azért valami szerencse kell hozzá. Én úgy mondom, hogy jó Isten az, hogy álljon meg az autó. Arra lennék kíváncsi, aki mondjuk 60 éves karrierre tekint vissza, hogy volt idő, amikor mondjuk a karriered fontosabb volt, mint a család, és ha volt, akkor ez mondjuk változott az évek folyamán? Fontosabb, tehát hogy effektív azt éreztem. Hogy azt mondtad, hogy fiatalabb volna korodban, hogy te mondjuk karriert szeretnél, és... Nem szerettem volna sose karriert. Akkor mit szerettél volna? Én nekem csak ez... Játszani akartál? Előadni? Nagyon tetszett, mert ez a pálya kiválasztott engem, mert nem én választom, én matematika-fizika tanárnak készültem. És ez akárhova mentem, mindent azt mondták, hogy te meg szerepeljél, te meg táncoljál, te meg énekelj, és mindig kellett ilyen szereplést. Egész addig ment, amíg aztán már hivatásosan táncoltam, aztán elmentem a főiskolára, itt is fölvettek, és még elvégeztem a főiskolát, még mindig nem volt olyan biztos. És amikor a József Attila színházban az első mondatot kimondtam,
a színpadon, a hivatásos színpadon, és a közönség felül valami olyan jött, hogy mintha befogadtak. Magadban biztos voltál? Vagy mikor érezted azt, hogy te mondjuk színész leszel? Sem voltál soha magadban biztos? És ki volt az, aki erősített hátulról? Akkor gondoltam, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni. Ahhoz viszont akkor a közönség kellett neked? Én most is, nekem meggyőződésem, hogy mi a színházat a közönség. Oké, de amikor mondjuk filmben szerepelsz, művész úr, ott ugye nincsen közönség. Ha filmben szerepelsz, akkor ugye nincsen közönség. Hát az már ennek a szakmának az egyik része. Ott nem én vagyok a csináló, ott a rendező a csináló. Ott a rendező azt mondja, így néz, és arra mosolyog, és ő bevágod egy oroszlánt, akkor én rámosolyogtam egy oroszlánra. Hát a film az is egy képesség, egy nagyon fontos képesség, és tehetség és minden, de azt a rendező csinálja. A színházban meg a rendező bármit talál ki, azt a színész csinálja, és a közönség a színházba a színészért jár. Milyen veled próbálni, mondjuk, ha színészként veszel részt egy produkcióban? Nem jó. Nem jó? Engedsz a rendezőnek? Vagy... Dehogy is mindig vitatkozom szegényekkel. És én tudom, hogy a végén, amikor már a főpróba itt van, akkor mindent úgy csinálok, ahogy ő mondja. De addig... Kell egy kicsit. Nem, idegesítő vagyok, és nem goromba vagy valami, hanem állandóan valamibe belepiszkál. De mert ötletek? Tehát, hogy eszedbe jut, hogy mi lenne, ha így próbálnánk? Igen, meg szerintem ott az a jelenet, akkor lenne igaz. Most ezt a rendezők nagy, nem mindegyik van, amelyik direkt szereti, és azt, hogy csinál, ez nem jó, mert tudja, hogy én elhagyom a saját ötletemet, ha nem tetszik, és hozok újat. De van, amelyik úgy érzi, hogy akkor te akarod ezt rendezni, aha, itt én vagyok a rendező. Az nem szerencsés. Na, azokat rettentően idegesítem. Aztán utána mindig a főpróba hét elején elnézést. Ott engeded el akkor ezt a dolgot. És azt mondod, hogy bocsánat, itt kérek, és azért meg is szoktak bocsátani. Jaj, nagyon köszönjük, hogy eljött. Igen, napokig tudnánk veled beszélgetni. Hát volna, miről beszél, ajjaj, hát... Várunk vissza, köszönjük, hogy itt voltál, és ha már a szerencséről beszéltünk, akkor azért vegyél te is egy szerencsesütit, majd adás után kibontod. Van melyik az. Bármelyiket kiveheted, igen. És, aha, igen, és lesz benne veszél? Neked egy, ez, egy ez, üzenet. Bonts lesz benne ki, neked nyugodtan. Egy üzenet. Van benne egy üzenet. Majd szerintem nem tudom, hogy ketté kell törni a sütit. El kell törni a sütit. Mert itt a kínai delegáció miatt ilyen tematikusan kínai. Igen, és magyarul is elvileg rajta van itt valahol. Itt van. Itt kínaiul, itt pedig lesz? Magyarul. Olvassam, vagy olvasod? Megpróbálom. Elég. Kedvességet sokan dicsőítik. Hát. Ez a gondolat. Kedve, nekem van kedvesség. Igen, úgy tűnik. Látod, majd akkor a rendezőknek is üzenjük, hogy neked azért van kedvesség. Igen, hogy viszem magammal. Mindenképp. Köszönjük, itt voltál. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.